Ugye immárom 18 évesen rengeteg nagyszerű eredménnyel büszkélkedhetsz ebben a sportban, mégis arra lennék kíváncsi, hogy hogyan is indult a kezdet, hogyan ismerkedtél meg magával a lovassporttal, illetve hogyan indult a te lovaglói karriered? A lovaglói karrierem egy véletlennek köszönhető igazából. Nagyon kicsiként kerültem közel a lovakhoz. 4 évesen kezdtem el lovagolni, amikor heti kétszer hordtak általában ki a lovardába, mert kaptam egy lovat karácsonyra a édesapám barátjától. És egy idő után úgy gondoltam, hogy mégis csak szeretnék lovagolni rajta, és így indult. Hogyan is kell elképzelnünk egy magyar díjlovagjó napját? Ugyanolyan átlagos napokat élek, mint a velem egykorú diákok. Délelőtt iskolába járok, onnan rögtön megyek a lovardába edzésre. Az edzések általában estig olyan 7-8-ig tartanak, ezért a tanulás általában késő estére marad, ami sokszor nehézséget okoz, de ezt is bele kell sűríteni a mindennapokba. Mesélj, légy szíves, a lovaidról, vagy ahogy te nevezed, partnereidről. Mit jelentenek számodra? Jelenleg 5 lovam van, ezek közül 2 lovagolok. Az egyik egy 14 éves oldenburgi kanca, Josephine, őt Németországba hoztuk, egy családnál nevelkedett. Éppen ezért temperamentumából adódóan nagyon kedves és megbízható ló. 5 junior lónak vettük, de lassan biztonsággal állíthatom, hogy készen van a Young Rider feladatokra is. A másik lovam Pleasure, ő egy idősebb 19 éves ló, ő úgy szintén kanca. Őt igazából azért vettük, hogy felkészítsen a jövő évekre, tehát ő egy sokkal magasabb tudású ló, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, nagy mozgással rendelkezik, nagyon feladatbiztos. Vele korára való tekintettel kicsit kevesebbet versenyzem már, illetve van 2 fiatal lovam, egy 3 és egy 4 éves ló, ők még a belovaglás fázisában vannak, ebben nagyon sokat segít az edzőm, illetve az első nagy szerelmem egy póni, akit nem adtunk el, éppen ezért rajtuk most 2 kislány lovaggal. Tudjuk, hogy a sportoló élete nem egyszerű, hiszen sok edzés, rengeteg verseny és állandó kihívással kell ugye szembe nézned. Mégis milyen lemondásokkal, elfoglaltságokkal jár neked ez a sport, és hogyan tudod összeegyeztetni a tanulással? Legtöbbször a szabadidőmből veszel, amit egyáltalán nem sajnálok, hiszen az, hogy kint lehetek a lovardába, és kint foglalkozhatok a lovaimmal, az nekem ugyanolyan szabadidő és kikapcsolódás, mint másnak esetleg elmenni egy moziba, vagy hasonlók. A versenyeim mindig hétvégén vannak, és ezért lemondással igazából, vagy az lemondás igazából, hogyha hívnak a barátaim este valamerre, akkor többször kell nemet mondanom, de ez is ugyanúgy beleépíthető és belefér a mindennapjaimban, csak egy kicsit nagyobb szervezést igényel. Információnk szerint ugye saját lovárdával is rendelkezel. Mesélj egy picit az edzésedről, az edzéseidről, illetve az edzővel való kapcsolatodról. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy lehetőségünk adódott egy saját lovarda vásárlására, illetve fenntartására. Ez nagyon nagyban segít a felkészülésemben, hogy mégiscsak otthon vagyok. Egy edzésem 40 percből áll, egy nap 2 edzésem van. Van egy edzéstervünk, ez leginkább tavasszal és nyáron alkalmazzuk, mivel ekkor van a legtöbb verseny, és ekkor van a versenyszezon. Ősszel van egy rövidebb időszak, amikor nincsen verseny, ez egy úgynevezett szinten tartás időszaka, és utána télen megint kezdődik a felkészülés a következő versenyszezonra. Edzőm Pahő Péter, vele már 12 éve dolgozom együtt, és az összes sikeremet neki köszönhetem. Ugye immáron 18 évesen nagyon sok versenyen a hátad mögött vagy. Mégis ha ki kéne emelni valamit, vagy valamilyen versenyeket, melyeket emelnéd ki, és melyikre vagy a legbüszkébb?
Hát a legnagyobb versenyek ugye az országos bajnokságok, az Európa bajnokságok, illetve a nemzetközi bajnokságok 2008-tól egészen 2013-ig 8 bajnoki címen van, karosztályos bajnokságon, országos bajnokságon, illetve utánpótlás bajnokságon. Többször voltam nemzetközi versenyen döntőben, illetve a legnagyobb nemzetközi sikerem, amikor Lengyelországban, Radzinkovba a dobogó második fokára állhattam fel. Európa bajnokságon 2012-ben én voltam a legjobb magyar. Mik a jövőbeni terveid most, hogy juniorból fiatal lovas kategóriába lépsz? Célom, ha minél eredményesebb és minél jobb szereplés a versenyeken nemzetközi szinten is, illetve szeretnék kvalifikálódni az Európa-bajnokságra, és részt is szeretnék venni rajta.